Szeretettel köszöntök mindenkit ma Kalocsán. Köszönöm Gabi és Gábor áldozatos munkáját és a könyvtár vendégfogadó készségét. Kezdjük a mai dharma beszédünket az Om Nam mantrával, amely az univerzum a maga tisztaságában. Aki szeretné, összetehetjük így a kezünket a szívcsakra előtt, és 7-szer egymás után mondjuk el ezt a mantrát. Om Nam. Om Nam. Köszönöm szépen. Amikor csak a hangot halljuk, akkor minden más törlődni tud a tudatból, mindaz a zaj, amit a saját dualisztikus gondolkodásunk, érzelemformálásunk, a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudatunk teremt. Mi ez a tudat és mit teremtünk vele? Szeretnék egy történetet idézni Shakyamuni Buddha korából, aki 2550 évvel ezelőtt élt, és ennek a nagy szellemi vonulatnak az alapító atya, pátriárkája, bár név szerint az első pátriárka Mahákásyapa volt. A Buddhát nem számolják a pátriárkák közé, alapító mi volt amiatt. De nagyon sok tanítványát név szerint ismerjük, Ananda, Subhuti, Sáriputra, aki esetleg az ikonográfiában jártas láthatja a 18 tanítványa körülvett Buddhát nagyon sok oltárképpen. Ánandával, aki évtizedekig a szolgálója volt, nagyon sok történet van. Egyrészt azért, mert Ánanda rendkívüli memóriával rendelkezett. Ánanda olyan volt, hogy meghallotta a Buddha beszédét, és dátummal, helyjel együtt elraktározta magában, és amikor a Buddha nirvánába térése után le kellett írni a szutrákat, akkor Ánanda volt az, aki pontosan tudta, hogy a Buddha mit, mikor, milyen körülmények között mondott. Viszont, mint minden okos ember, Ánanda is sok tanításra szorult, hogy ez a sok okosság ne uralja a tudatát, hogy ő használja azt a sok gondolatot, és ne a gondolkodni tudás, a hatalmas okosság használja őt. Ezért a Buddha nagyon sok párbeszédet kezdeményezett vele. Az egyik az arról szól, hogy honnan jön a hang. Egyszer megkongattak egy harangot, ott, ahol a Buddha éppen tanított. Ánanda is, Buddha is látta és hallotta. Így szólt. Ekkor a Buddha megkérdezte Ánandát. Ánanda, honnan jött a hang? Hát a harang ütőjéből, magasztos. Ánanda, hogyha nem lenne harang, akkor hogy jöhetne a harang ütőjéből a hang? Jaj, persze, magasztos, hát tévedtem. A harangból jött a hang, hiszen az ütő megütötte a harangot. A harangból jött a hang. Ánanda, hogyha nem lenne levegő, amin keresztül a rezdülés eljutna hozzád, akkor hogyan hallhatnád a hangot? Jaj, persze, hát a levegőből jött, hiszen a levegőn keresztül jutott el hozzá. Ánanda, hogyha nem lenne füled, mivel hallanád a hangod? Persze, hát a fülemből jött. A fülem a felelős érte, mondta Ánanda.
Mire a Buddha folytatta: Ánanda, ha nem lenne hallásod, mi haszna lenne a fülednek? Hallás nélkül lehetetlen lenne a hangot bármi módon meghallani, így van? Így, 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 persze, hát hiszen a hallásom teremtette az egészet. Erre a Buddha azt mondta, hogy ha nem lenne tudatod, Ánanda, ha nem fognád föl, hogy hallottad, hogyan beszélhetnénk róla? És akkor Ánanda azt mondta, persze, a tudat teremti az egészet. Ilyenkor véget ér a történet, de ahogy a zenből megszokhatátok, még egy lépés lehetséges. És ez az egy lépés, hogy igen, a tudat teremt mindent, de ki teremti a tudatot, vagy mi teremti a tudatot? Másféleképp föltéve a kérdést, honnan jön a tudat? Ez a zen nagy stúdiuma, és korán sem az intellektus által. Az intellektus elvisz egy darabig, nagyjából addig, amíg a használati utasítás elvisz az eszköz használathoz. Van, aki elolvassa a használati utasítást. Én nem szoktam, én kipróbálom rögtön. És ha valami hiányzik, valamit nem tudok, akkor utána olvasok. De honnan jön a tudat? Tehát honnan jön az az alap dolog, amitől emberek vagyunk, ami azt mondja bennünk, hogy én, és hogyha az én fogalom kellően tiszta, akkor értjük, tudjuk, hogy ez mit jelent. Ha pedig az önképünk ural minket, akkor viszont tele vagyunk téves nézettel, és a téves nézetek nyomán keletkező kapzsisággal és haraggal. Sokszor hallhattátok a tanítások során, hogy van valami, ami bennünk tényleg közös. Ezt a Mahayana buddhizmusban Buddha természetnek, Bodhicittának, koreaiul Bulsongnak hívjuk, és ez a megvilágosodás képessége. Ez az, ami hall a füleddel, lát a szemeddel, érez a szíveddel, gondolkodik az intellektusoddal, és tévesen vagy helyesen azt mondja, hogy mindez én vagyok. Mi ez az én? Ha szenvedünk az énünktől, miért szenvedünk tőle? Ha boldogok vagyunk az énünkkel, mitől vagyunk azok? Ha boldoggá tudunk tenni másokat az énünkkel, a személyiségünkkel, akkor hogyan működik ez? Ha szenvedtetünk másokat, akkor miért és hogyan? Amikor a Buddhát kérdezték, hogy ki ő valójában, azt mondja, nem vagyok különleges lény, sem Isten, sem másféle, egyszerűen ébren vagyok. És ez az éber tudat maga a Buddha. Maga a megvilágosodás. A jó hír az, hogy ez mindegyikünkben mind lehetőség megvan, hiszen mindannyian ki tudjuk mondani azt, hogy látok, hallok, tapintok, ízlelek, gondolkodom. De mennyire helyes ez az én? Mennyire esik távol az én élményünk, az én fogalmunk igazi önvalónk tapasztalatától? Minél nagyobb a távolság, annál nagyobb az öncsalás mértéke, annál nagyobb a szenvedés mértéke, annál nagyobb a kapzsiság és harag mértéke. Megvilágosodott társadalomnak, megvilágosodott családnak, megvilágosodott egyénnek az nevezhető, aki tapasztalta igazi önvalóját, akár egy pillanatra is, és ezáltal kevesebb szenvedést gyárt le, kevesebb hibát követel, és így természetes módon képes a szeretetre, az együttérzésre, a bölcsességre és a boldogságra. Rendkívül egyszerű az egyenlet. Ahhoz, hogy ezt belássuk, egyszerűen ébernek kell lennünk, és tudatosnak ebben a pillanatban. A Gyémánt Szútra így szól, a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a megvilágosodást. Nézd meg, hányszor veszünk el a múltban, hányszor vetítünk ki minőségeket a jelenre, hányszor panaszkodunk, remélünk, félünk, és hányszor próbáljuk meg a jövőt bebiztosítani, kalkulálni, előre látni, és nem megy. Tehát a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul.
És ha ezt a pillanatot tisztán tartjuk, akkor minden tiszta. Tiszta az univerzum, tiszta a tapasztalat, tiszták a kapcsolataink, helyesen ismerjük fel a teendőinket, helyesen beszélünk, cselekszünk, gondolkodunk és érzünk. De ha ez a tudat nem tiszta, ha tele van téves nézettel, akkor olyan, mint a szennyezett tükör, nem mutatja azt helyesen, ami elé kerül. Vagy olyan, mint a hullámokba torzult tükör, hogy egy része nagyon kicsi, más része nagyon nagy. Nem tudom, van-e még elvarázsolt kastély a Vidám Parkban? Van-e még tükörterem, ahol aztán, hogyha bementél, láthattad a hasadat ekkora hordónak, és a fejedet ilyen pici kis borsónak. Mert olyan tükröket tettek bele. A lelkünknek a tükre, a lélek tudatossága, a buddha természetünk milyen tiszta? Mennyire jól látjuk magunkat és a másikat? A zen, vagy csan, vagy csanna, vagy gyána, az eredetileg elmélyedést jelentett, a tudat egyéválását, letisztulását, a szavak eredeti értelmének tapasztalását, így a jelenségek természetének a meglátását. Mind együtt. A Buddha idejében ez nélkülözhetetlen iskola volt, és ahogy az idő haladt, úgy szaporodtak a szútrák, sokasodtak a könyvek, és mára már 84 ezer kötetnyi az, amit Páli Kánonnak mondunk, és ez az egyik legeredetibb gyűjteménye a Buddha tanításának. Mégis ezek a kötetek olyanok, mint a csokoládégyárban a sok-sokféle csoki. Étcsoki, tejcsoki, mazsolás, mandulás, kakaós, mentás, narancshéjas. De a csoki gyár az a tudat, ahonnan mindez származik. Tehát édes lehet a sok-sok olvasat, a sok-sok megértés, de mindaddig, amíg csak könyvekből tudjuk ezt, addig nem tapasztaltunk. A kínaiak nagyon sok rövid, egymondatos bölcsességet dolgoztak ki. Az egyik így szól, ha elolvastál egyetlen könyvet, 10 000 lépést kell tenned. Mostanában az információ szabad áramlásának a korában inkább fordítva van. 10 000 könyvet elolvasunk, de még egyetlen lépést sem tettünk. 10 000féle műveltségünk van, de még nincs meg a mélység. És áramoljék az információ szabadon, de te is cselekedj szabadon. Ne bénítson meg az a sok-sok nulla és egy, az a sok-sok szó és gondolat és könyv, amit felhalmozol a tudatban, és azt hiszed, hogy ezáltal lényeges tapasztalásra jutsz. Legjobb esetben a térképet látod. A tájat viszont nem. Ha túlműveljük magunkat, és tapasztalat nélkül forgatjuk az intellektust egy bizonyos területen, újra és újra olvasva, elsajátítva, kérdezve, elsajátítva, olvasva, és a többi így körbe-körbe, úgy járunk, mint az a turista, aki a térképet úgy tartja az arca elé, hogy tőle nem látja a tájat. És egy idő után azt szeretné, hogy a térképen mehessen, és maga elé rakja a térképet, és rálép, és azt hiszi, hogy a tájban van. Ekkor szeretnénk az elméletet megvalósulva látni. Ez nyugaton nagyon erős. Ennek a kezdete egy olyan görög fogalomhoz köthető, amelyet később nagyon sokszor használtak az elmúlt 2000 évben, ezt úgy hívják, hogy logosz. Ez az az írott szó, amely abszolút értékű. Legalábbis annak tekintett. Tehát kötelessége a logosznak, hogy igaz legyen, és minden körülmények között, minden helyzetben, minden pillanatban igaz legyen. Ha pedig ez nem történik meg, akkor a világgal van a probléma. Akkor az emberrel van a probléma, mert a kinyilatkoztatás, az eredeti, primordiális üzenet valahol hibázik, valahol nem igaz, valahol nem fedi a valóságot. És úgy járunk, mint hamupipőke nővérei, akik elkezdtek leszabdalni a lábukból azért, hogy hamupipőke gyönyörűséges topánkájába belepasszoljon a lábuk, és ezért ők vehessenek részt azon a mennyegzőn. A valóságot csonkoljuk és magunkat torzítjuk azért, hogy megfeleljünk elméleteknek, gondolmányoknak, és olyasféle gondolati konstrukcióknak, amelyek csak részben fedik a valóságot.
amelyeknek relatív értéke van, és nem abszolút. És hogyha ezt megmerjük tenni, akkor merünk a tapasztalás útjára lépni, a szellemi tapasztalás útjára, ahol tényleg tapasztalhatunk valami lényegeset. A zen nem állít és tagad az írásokról, hanem azt mondja, ne függj az írásoktól. Olvass, amennyit szeretnél, amit szeretnél, amikor szeretnél. De ha beláttad, hogy az intellektussal a zen körön csak az egy negyedéig, a 90 fokig lehet elmenni, akkor rálépsz a tapasztalás útjára, és ekkor az első alapelv, nem támaszkodás az írásokra, megvalósul. Ha helyesen lépsz a tapasztalás útjára, akkor a második is, nem csak úgy mendegélünk jobbra-balra, hanem közvetlenül az ember tudatára irányulunk. A zen kérdez. A kérdés megnyitja a tudatot. És ahogy a kérdés elmélyül, a tudat egyre nyitottabbá válik, egyre kevésbé azonosul azzal, amit gondol, érez, cselekszik és mond, és így nagyobb szabadságot ér el, és a nagyobb szabadság tudatában nagyobb felelősséget tud vállalni azért, amit gondol, beszél, érez és cselekszik. Ez nagyon fontos. Tehát nyugaton az elmúlt 2000 évben a szabadság és a felelősség tragikusan eltávolodott egymástól. És hogyha a kettőt együtt kezeljük, akkor át tudunk lépni a következő fejezetbe, és megfelelő módon tudunk a világ kihívásaira reagálni. Ha pedig nem, akkor lesz egy olyan birodalom, amely gyermeki módon egyfajta virtuális mennyországot szeretne, ez lesz a szabadság. Egy olyan szabadság idea, amelynek ehhez a világhoz túl sok köze nem lesz, mert nem erről szól. Nem arról szól, hogy hogy élünk, hogy halunk meg, hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen célokat választunk, milyen lélekkel élünk. Hanem valami absztrakció lesz, valami idea, valami olyan kép, amit nem is tudunk elérni csak részben. És leválasztódik arról a felelősségről, amelyet egymásért és a világért természetes módon érezhetnénk. Mi hát a cél? A harmadik alapelv azt mondja ki, hogy a megvilágosodás egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával. Tehát semmi más. Ahogy a teológia nyugaton rengeteg Isten fogalmat, Isten érvet, Isten ismeretet állít föl, úgy keleten, ahogy a Buddha után teltek az évszázadok, és a tan terjedt az északi átadás útján, Mahayana, a déli átadás útján Téraváda irányban, a megvilágosodásnak legalább annyi definíciója született, mint Isten fogalom nyugaton. A zen 1000 évvel Buddha után, Bodhidharmának köszönhetően, ezt leegyszerűsített, és azt mondta, igazi önvalód tapasztalata egyenlő a felébredéssel. Slusz, semmilyen más attribútum nem kell. Minden egyéb karma. Nagyon sokan azt gondolják, jaj, ha vízen jár, akkor megvilágosodott vagy. Vizualizálni tud 147 darab istenséget belül, megvilágosodott. Ez mind-mind karma, mind-mind ok és okozat, valami, ami jön és megy. Semmi több. Huang Po, a Tang dinasztia egyik nagy zenmestere, egyszer ráállt arra, hogy egy fiatal szerzetessel együtt vándoroljon hegyen és völgyön, és egyszer odaértek egy megáradt folyóhoz. A fiatal szerzetes egy kicsit megemelte a saját hosszú szerzetesi ruhájának a szegélyét, hogy ne legyen vizes, és szépen a víz felszínén átsétált a túlsó partra, és amikor a víz közepén volt, így visszaintegetett Huang Ponak, hogy mester, mesterem, miért nem jössz? Hát gyere! Huang Po visszakiáltott. Te csak a saját képességeidet ápoltad. Ha ezt előbb tudom, eltöröm a lábad. Tehát a mágia sem az. A mágia is karma, méghozzá eléggé nehéz karma. A zen körön nagyon sok érdekes fokozat van, említettem a 90 fokot, ami a stúdiumoknak a vége. A 180 fok, mely a tiszta tapasztalás. A 270 fok, amely ennek a lényegnek a használata, és a
teljes transformáció elsajátítása, beleértve a mágiát is, akinek olyan karmája van. De az igazi mágia talán az, hogy meg tudom tenni azt, amit eddig kellett volna, de nem tudtam. Vagy tartózkodni tudok attól, amelyet eddig megtettem, de nem lett volna szabad, és most már látom, hogy meg tudom tenni. Meg tudom bocsátani azt, amit eddig nem tudtam, és bocsánatot tudok kérni azért, amiért eddig képtelen voltam. Ez a léleknek a természetes mágiája, amikor túllépsz a saját kényelmi zónádon, meghaladod a saját korlátaidat, és a természetes határokat felismerve létezünk, de már nem a korlátaink között. Már sokkal inkább arról van szó, hogy milyen életet szeretnénk élni másokért, semmint, hogy mások véleményétől függjünk, és mások céljait szeretnénk megvalósítani. És így a 360 az a megtisztult léleknek a működése, amikor ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. Ha fáradt vagyok, pihenek, ha valaki fáradt, segítek lepihenni, adok neki helyet. Ez a bodhiszattva út. A bodhiszattva jelentése a világban megjelenő megvilágosult lény. Tehát elég, hogyha valaki belül is, kívül is dolgozik. Dolgozik magán, és ezáltal segít a világon, a családján, a társadalmán. Ennek az alapvető eszköze a tudat. Ha a tudat tiszta, minden tiszta. Ha a tudat nem tiszta, semmi sem tiszta. A zenben nagyon sok olyan részlet van, amelyek esetleg szórakoztatóak, különösek, érthetetlenek, paradoxak. De mégis a legfontosabb az, hogy halld meg a hangot. Halljad a hangot itt és most, akár csend legyen az, amely egyre ritkább, vagy pedig a világnak a hangját legyen az emberi, állati, természeti, vagy bármely egyéb hang. Ha meghallod a hangot, akkor a karmád nem ural. Hogyha elveszel a saját felhődben, nem csak hogy nem hallasz tisztán, de nem is látsz tisztán, nem is gondolkodsz tisztán, nem is érzel tisztán. Minden egyes impulzus segít. Vidd vissza ide a tantiembe minden tapasztalásodat, és ekkora tudat letisztul, mint a tér, mint a tükör. Ha ragaszkodsz a felső csakrák bármely tartalmához, az azon nyomban ragaszkodást, önkép, képződést jelent. És amikor ezek az önképek megszilárdulnak, egy bizonyos kritikus tömeg után egy nagyon kemény, változtathatatlan személyiség jelenik meg, ezt hívjuk egoitásnak. Azt kell tudnunk, hogy az ego nem egy önálló létező. A Buddha ezt nagyon világosan tanította. Ez az anátman vagy anattá tana, hogy az énség, az egoitás eredetileg nem létezik. Sőt, nem önálló létező, hanem egy hozzáállás, egy létmód, egy elszigetelt, mesterséges létmód. Ebből van a probléma, nem abból, hogy önállóak vagyunk, nem abból, hogy van egy világosan épített, tisztított személyiségünk, hanem abból, hogy felépítünk egy olyan abszolút értékűnek kívánt önképet, amelyből így az egoitás lesz, amely szükségszerűen szembe kerül másokkal, és nagyon hamar önmagával is. Innentől kezdve van szenvedés, mert ezzel az önképpel, ezzel az elszigetelt, abszolútnak vélt egoitással legyártunk egy olyasféle mini univerzumot, amelynek úgy érezzük saját törvényei vannak. Nem az a törvény, amely másokra is érvényes, ami az egész világban működik, minden lényre érvényesen, hanem nekünk valami más jár, valami jobb, valami több, amitől mi különlegesek leszünk. És ez a nézet, ez a ragaszkodás, az egoitás maga. A szenvedés pedig arra tanít minket, hogy csak ezt föladva tudjuk igazából az életet teljesen élni, tudunk igazán kapcsolatot teremteni, igazán meghitt viszonyban lenni másokkal és ezzel a világgal. Úgyhogy tapasztaljuk meg igazi önvalónkat, mert ez az útja annak, hogy boldogok legyünk és másokat is segítsünk boldognak lenni.
Ez az útja annak, hogy a hamis önképet és az erre alapozott egoitást felszámoljuk. És amikor ez megtörténik, akkor tapasztaljuk igazi önvalónkat, akkor lesz az ég igazán kék, és akkor hallunk tisztán, látunk tisztán, érzünk, gondolkodunk, beszélünk és cselekszünk tisztán. A Buddha nagyon egyszerűen és világosan tanított. Sokszor mondta. Nagyon sokféle gyógyszerem van, de neked kell bevenni azt, hogyha csak külsődlegesen tanulmányozod, és nem tapasztalod, akkor semmit nem fog érni. Szerintem bevezetőnek bőven elég ennyi, és most tisztelettel várom a kérdéseiteket. Beszéltél az elengedésről. Az ember hogy tudja elengedni egy közeli hozzátartozóját? Hogy tudja elengedni, hogyha elveszíti? Ennek három nagyon fontos lépése van. Az egyik a köszönöm. Hát megköszönöm neki mindazt, amit adhattunk és kaphattunk egymásnak, egymástól. A másik fontos része az a bocsánat. Tehát megbocsátok és bocsánatot kérek azokért a hibákért, amelyeket elkövettünk egymással szemben. És ez a két művelet kiegyensúlyozza azt a karmát, amit testben lét alatt, tehát az élet folyamán nem lehetett kiegyensúlyozni. És ekkor el lehet köszönni. A dualisztikus élmény úgy működik, mint egy felületen átfúrt csapszeg. Átfúrod, csapszeg bele, ki. Jó és rossz. Amíg ez ki van nyitva, addig nem tudod a csapszeget kihúzni. Tehát szépen össze kell hajtani ismét egyé, és akkor a szeg kihúzható. Amíg jó és rossz fogalmaiban, amíg dualisztikus kategóriákban gondolkodunk bármely más emberről, addig visszahozzuk őt vagy a mintát az életünkbe. Nézd meg, hogy válások után milyen hibákat követnek el az emberek. Egyrészt sajnálják önmagukat, egy. Kettő, nem változtatnak magukon. Három, csodálkoznak, amikor nagyon hasonló párjelöltet vonzanak be, mint ami az előző hitves volt. Tehát, hogyha nem változik meg a karma érzelmileg, gondolatilag, fizikailag, beszédben, akkor nagyon hasonló társat fog bevonzani. Mert nem engedte el valójában a másikat. Nem oldotta fel azt az identitást, amihez jel kötődik. Sőt, azt a képet sem oldotta föl magában, amely az ő társ archetípusa. Itt azért több lehetőség van, nem csak egy, de elképesztően szűk a tartomány. Ezért nagyon jól kiismerhető az ember. Nagyon jó. És éppen ezért fontos lenne ezeknek a korlátoknak az elmozdítása ahhoz, hogy valójában szabadon tudjunk dönteni. És talán segít ebben az, ha tudjuk, hogy a másik ember bennünk pont ezt a szabadságot keresi. Azt hiszük, hogy a tükör előtt kell jó kinézni. Nem. A léleknek kell szabadnak, és a szabadságon alapulva emberinek, nemesnek, együttérzőnek, odaadónak és bölcsnek lenni, sorolhatnám. De a fát azt nem az ágainál kell megfogni, azt a gyökerénél kell megfogni. És így a tudat akkor működik igazán jól, hogyha a dualisztikus vélelmeit félreteszi, és így az eltávozott családtag vagy szeretett ember az menni tud. Mert nem csak benned él a kép. Ha nagyon erősen ragaszkodsz hozzá, nem engeded elmenni földi síkról. És az egész szertartás gyűjteménynek, ami temetés, gyász, egy új fejezet kezdése. Nem csak az az értelme, hogy neked jobb legyen, hanem bizony az eltávozottnak is, hogy a lélek menni tudjon, mert mennie kell, mert befejezte itt azt az inkarnációt. Úgyhogy köszönöm, bocsánat, jó utat. Ez a három lépés. Ebben nincsen benne az, hogy szeretlek? Lehet. De legyünk őszinték, nem mindig szeretjük az emlékét az eltávozott családtagnak vagy társnak. Szeretettel útjára tudjuk bocsátani, de ennek őszintének kell lenni. Nem lehet parancsszóra ezt megcsinálni. Az ilyen válsághelyzetek, vesztességek pont azért rendkívül erősek, mert óhatatlanul szembe kerülök mélyebb
önmagammal, amit tényleg gondoltam a másikról, amit nem mertem kimondani soha, amit tényleg éreztem, és azt nem szabad tagadni. Nem csak, hogy megbetegítjük vele magunkat, hogyha ezt a karmát megpróbáljuk elnyomni és letagadni, hogy én nem is, hát azért, de hát nem megy. Hanem a továbblépést is akadályozza. Úgyhogy, ha benne van, nagyon jó, ha nincs benne, akkor nem sikerült. Egyéb kérdés? Bármi? Mi a különbség azonosulás és egyéválás között? Amikor egyé válsz, akkor nem azonosulsz semmivel, nincs én tudat. Amikor azonosulsz valamivel, annak van tárgya. Azonosulok a gondolkodásommal, érzelmeimmel, beszéddel, cselekedettel. És van alany és tárgy, és egy időre a ragaszkodás pillanat ragasztójával összetákolod a kettőt, és azonosulsz azzal, amit gondolsz, beszélsz, cselekszel, érzel, és a többi. Valójában mindig megmarad a kettősség. Csak igyekszem eltüntetni görcsösen. És így a ragaszkodásból azonosulás lesz, de ez valójában sohasem lesz egyéválás. A tudatnak mindig lesz tárgya. Tehát akármennyire is szétmázgálom a tükrön, az a tükrön szennyeződés marad. Amikor megszűnik a kettősség, tehát a tudat megszabadul az összes ragaszkodásától, az összes tárgyától, amikor visszatér a nem név, nem forma állapotba, ide, akkor az egyéválás megvalósul. Erre az egy kis pillanatra, amikor hallottad a bot hangját, ez mindenkié volt, de utána azonnyomban beindult a reakció, belül és kívül, akkor már is vesztetted. Tehát a meditáció pont arról szól, hogy botütés nélkül, önerőből tapasztald, és éld, és használd. És akkor segítesz magadon és másokon egyaránt. Van még egy fogalom, ami ide kívánkozik, ugye most a szemlélők elvihetik magukkal azt, hogy a ragaszkodás az rossz. Nem, nem, vigyázzunk. Van olyan, hogy kitartás, és van olyan, hogy lojalitás. Nem azonosulok a másikkal, de kitartok mellette, ha ő is kitart mellettem, és én is ezt szeretném. Ez a lojalitás. Amikor ugye tevékenységet kell végezni, akkor nem ragaszkodom a hegycsúcshoz, de kitartóan megyek szépen fölfelé, amíg emberileg, időjárásilag lehetséges. Tehát van a ragaszkodás, amely elképesztő negatív következményekkel tud járni. Tehát ilyen irracionális őrületekkel. Egy nagyon régi vicc az, hogy a Lipót mezőn, amikor ott még volt pszichiátria, körbejár az orvoscsoport az ápoltak között, és mondja, ketteske, hát hogy vagyunk most ketteske? Hát professzor úr, én most nagyon jól vagyok, köszönöm szépen a kérdését. És Fifike egy ilyen kartondobozra mutat, amit ketteske láncon visz maga után, már 2 éve, azért van bent, és Fifike hogy van? Professzor úr, hát ne viccelj, ez egy kartondoboz. Nemrég jöttem rá, tényleg ez egy kartondoboz. Konzilium összenéz, ketteskét elbocsátják, civil ruhát megkapja, kilép a kapun, kartondoboz is odaadják, nehogy hiánytünet legyen. Kilép az utcán, elsétál pár lépést, ledobja, elkezdi maga után ráncigen, és így, Fifi, ugye milyen jól becsaptunk a főnököt? Fifi, tő! És szépen megy el. Tehát a tudat ennyire trükkös tud lenni, és a ragaszkodás, tévesnézet és egyebek, azok ennyire jól tudnak bujkálni, jobbra és balra. Nemrégiben olvastam, és már nem először, hogy ahol egy kisebb-nagyobb közösségben, vagy inkább egy településen, az emberek 1%-a elkezd meditálni, hogy meghökkentő módon elkezdenek helyre billenni a dolgok. Ez a zenben is így van? Igen, ez tapasztalat. Silla dinasztia Korea, Tang dinasztia Kína nagyjából ugyanabban az időszakban volt. Akkor a társadalom nagyon nagy része buddhizmussal foglalkozott. Volt egy középosztály, volt középút, volt közgondolkodás, közjog, közpénz, ezek mind voltak. És mivel a középutat járták, és a meditáció része volt a szerzetesi életnek, és így a világiak is valamennyit kaphattak belőle, ezért nem is 1%, hanem több. Elképesztő módon tisztítja a csoportkarmát.
Ezt a mostani korszakban Amerikában újra felfedezték. Ilyen külön meditációs települések, főleg a transzcendentális meditáció hívei, tehát onnan lehet az info. De ez mindenkire igaz, aki valamilyen transzcendens ösvényt elkezd gyakorolni, először párkapcsolat, család, rokonbaráti körön lehet észrevenni, de nem úgy, hogy keresem, nem úgy, hogy mondom, tehát hogy nem reakciót váltok ki a környezetből, hanem szépen gyakorlok, járok a szangába, aztán egy-két éven belül lesz valami, valamikor már csak egy-két hónap elég hozzá. A nagyon intenzív, dualisztikus karmát hamarabb megborítja az a dharma energia, amelyet a helyes gyakorlattal az ember elkezd tapasztalni, és önkéntelenül is a csatornájává válik. Önkéntelenül is kiárad belőle. És a helyes gyakorlat az nem mindig tesz boldoggá rögtön. Tehát először mindig a nagyja megy le. Amikor takarítunk, akkor mindig a vastagja jön föl először. Úgyhogy van ilyen, én nem tudok ugye pontosan az 1%-ról, az egy felajánlható összeg, ugye, amit hallunk társadalmi szervezetek javára, de az, hogy bizonyos népesség hányad aktívan foglalkozik meditációval, és ettől az egész csoport karma tisztul, ez biztos. Ez biztos. Ez működik. Ez maga csak a meditáció ténye, vagy lényeges a tárgya is? Lényeges a tárgya. Tehát bekapcsolhatok gyönyörűséges keleti zenét, és hívhatom meditációnak azt a csukott szemű relaxációt, amelybe belealszom, és utána felébredek, ez nem fog lényegesen tisztítani senkinek se a karmáján. Meditáció tárgyán rengeteg múlik. Tehát vannak olyan iskolák, amelyek az úgynevezett megszabadulás irányú utat követik. Itt a végcél az nem név, nem forma. Nem élet, nem halál, semmiféle jelenség, vagy azok összessége, semmiféle megkülönböztetett tudatállapot. Visszautalok a bevezetőre. A Buddha azt mondja, nem vagyok sem Isten, vagy más különleges lény. Egyszerűen ébren vagyok. Hát ez a fajta éberség, vagy tiszta, tükörszerű, térszerű tudat, ebben nincs tárgy. Nincs karma. Nincs keletkezés és megszűnés. Ezt nevezzem akármilyen néven, legyen ez egy letisztított Isten fogalom, legyen ez egy természetvallással, ki tudtam üríteni a természetnek a fogalmát, legyen ez egy út, amelynek sosincs vége, de a helyes irányba megy. Tehát most beszéltem egy picit a világvallások lehetőségeiről. Ha meg tudják haladni a saját fogalmi bázisukat, ha meg tudják haladni a jelenségvilágot, ha elérnek addig, ami lát, ami nem mozdul, ami nem jön és nem megy, nem születik és nem hal meg, akkor ez megvan. Hát ez az a tisztító csatorna, amin keresztül a hamis azonosulásokat le tudjuk vetni. Ez az a működés, amely aktiválja a test öngyógyító képességét részben, és a tudat öntisztító képességét határig, az önkép határáig, amíg engedem, akkor ez helyes ösvény ahhoz, hogy tényleg megfelelően hasson a családra, a társadalomra és egyébre. Na most a nem megszabadulás irányú ösvények, azok mindig valami konkrét célt tűznek ki maguk elé. Legyél te boldog, legyél te sikeres, legyél te ez, az, amaz. Magyarul önkép egyből, önkép kettőbe átalakítom magam, utána önkép három, négy, amíg be nem látom, hogy egyik sem tökéletes, mindegyik mulandó, mindegyik feltételhez kötött. Tehát nem gond, semmi probléma nincs azzal, hogy valaki nem éppen a megszabadulást, a felébredést, a meghaladó bölcsességet célozza rögtön. Ki kell járni a köröket. Tehát nem lehet azt hazudni magunknak, hogy én csak Buddhával szeretnék válni. Nem, te most sikeres szeretnél lenni, neked most több pénz kell, neked most egy jó párkapcsolat kell, neked most egy jó állás kell, mert valójában ezt akarod. Akkor akard ezt. Az út azzal kezdődik, hogy merünk metszően őszinték lenni magunkkal. És ha valamit kikerülhetetlennek gondolunk, akkor abba belemegyünk szépen fejjel előre. És akkor az lesz az út, az fog tanítani minket. Tehát a dharma, a törvény, a működés az mindenhol, mindenkiben ugyanaz, de a tárgya más, az összetétele más. Tehát csak a Buddha természetünk az, amely bennünk azonos,
Az arcunk, a szemünk, a fülünk, a látásunk, a hallásunk, az emlékezetünk, a múltunk, a jelenünk, a jövőnk, mindegyik picit vagy nagyon, de különbözik. Ettől vagyunk egyének, ettől vagyunk mások, mint a többi, szerencsére. Összecserélhetetlenek, pótolhatatlanok. De igazi, mély emberi minőségünkben, ebben a látóban vagyunk igazából közösek. Erre rá tudunk ébredni. Tehát a megszabadulás közös, de az egyéni célok azok mind-mind mások, mindegyikünk esetében. Tehát semmi baj azzal, hogy kijárjuk ezeket a köröket. Majd az elérés tanít, majd az erőfeszítés tanít, majd a kudarc tanít. Semmi baj. Az emberi kapcsolat a legnagyobb hétköznapi tréning. Haza kell menni a családba, és le kell ülni vacsorázni, és meghallgatni a másikat, meg beszélni hozzá. Egy pár év után nagyon komoly feladatám. Úgyhogy igen, van hatása a rendszeres gyakorlatnak, de megfelelő irányba kell annak mennie, és merem mondani, hogy megfelelő hagyományvonalat kell ahhoz választani, ahol élő dharma, élő tanítás van, legyen ez bármilyen vallás vagy tömörülés, ahol van egy olyan átadási vonal, amely tant és energetikát egyszerre közvetít. Mi a kapcsolata a tudatnak a tudatalattival a fogalmait szerint, mint a tudatalatti el sem hangzott volna? Nevezzük a tudatot annak az 5%-nak, amit tényleg látunk magunkból, amiről azt mondjuk, hogy ez én vagyok. És ez a 95%-a tudatalatti, amit úgy is viszek, hogy hátizsákban, és nem tudom, hogy micsoda, de izzadok tőle nagyon. És a tudatalatti az állandó üzeneteket küld, és az archetípusok dörömbölnek az ajtón, de hogyha nem tudatosítom bizonyos részét a tudattalannak, akkor állandóan a saját automatizmusaimat követem. Tudatos személyiség az elenyészően kicsi ahhoz képest, hogy a tudattalanban mi mindent visz. És a meditációval pontosan annyit tudatosítunk, amennyit kell, és a tudatosból annyit visszünk le a tudattalanba, amennyit kell. A zen nem egy ilyen mélységi buvárkurzus, vagy egy ilyen mélytudati utazás szervező iroda. Ez nagyon fontos. Hanem azt a küszöböt teszi nagyon jól átjárhatóvá, ami a tudattalamból feljön a tudatosba, és ugyanúgy a tudatosból lemegy a tudattalamba. Ezt egy vízimalom kerekéhez szeretném hasonlítani. A kerék forog, körülbelül az 5%-a van a vízben. A vízfolyás az az érzékszervi tapasztalás, az, amit tudatosan látok, hallok, szagolok, tapintok, ízlelek, gondolok, a gondolkodás is érzékszervhez kötött, és érzek. És ezek az érzékszervi hatások, ez az a folyam, vagy patakocska, ami meghajtja ezt a kereket. Csak az a rész, ami a vízben van, az a tudatos személyiség, az az érzékszervi valóság. Az ehhez kötött lényt hívjuk érzékszervhez kötött lénynek. Amikor azt elfelejtjük, beraktuk a rövid, majd hosszú távú memóriába, megfordul a tudattalamban, és akkor szépen, amikor egy újabb stimulus jön, akkor emlékszem. Elmegyek Soltvadkertre, ugye? Ott van a cukrászda, és emlékszem, hogy a múltkor puncsfagyit ettem, de nem volt benne elég mazsola. Most megnézem, hogy van-e, és az alapján rendelek. Egyébként elég mazsola van, Soltvadkertiek, teljesen jó a puncsfagyi. Megyünk legközelebb is. Úgyhogy fantasztikus az, amikor látod azt, hogyha nem gátolom le ezt a küszöböt, nem félek, nem remélek, nem tartok egy állandó önképet a tudatos személyiségben, akkor ez oda is és vissza is gyönyörűen tud működni. Tehát működjön a vízimalom. Működjön szépen a vízimalom, forogjon a kerék, amire kell emlékezzem, amire nem kell, ne emlékezzem. Kezdő zengyakorlóként, műhelytitok, de elmondom, egyetemen kellett vizsgázni. És a tudat megtanulta kinyitni a küszöböt lefele, megtanult felejteni. Addig rengeteg minden zsongott a kis elmémben, elképesztő álmaim voltak, projekciók, rávetülések, az egész hollywoodi filmtár úgy, ahogy van, csak nem tudtam szabályozni. És egyszer csak rájön az emberi tapasztalati út, hogy milyen az, amikor ugye megfelelő helyre teszi ezt az egészet, úgy eltűnik, mint a sicc. Pillanatok alatt. Hatalmas szabadulási élmény. Tehát ez egy óriási könnyebbség volt, hogy nem kell mindig mindenre emlékezni. Hála légyen! Na, eltelik két hónap,
ülök a könyvtárban, olvasom a Spenótot, a magyar irodalom történetet, azt a jó 7 vagy 8 kötetes jó nagyot, és rájöttem, hogy 2 hete ugyanezt olvastam, és most már tudni kéne. De több órás olvasás után. És akkor jött a pánik, hogy úristen, ha ezt is elfelejtem, és 2 hét múlva újra kell olvasni. De akkor már nem lehet, akkor szigorlat van. Tehát valahol meg kellett fogni a felejtést, mert az nem megy, hogy olyan szabadok leszünk, hogy mindent elfelejtünk, megyünk Nietzsche nyomába, ugye? Alles vergessen, na ez sok. Úgyhogy meg kell tanulni emlékezni arra, amire tényleg kell, de nem mindig mindent a tudatosban tárolni, hát az borzasztó. Akkor nem lehet cselekedni, nem lehet tisztán látni, nem lehet tisztán viszonyulni, mert mindig az emlékek árnya ott van. De ha meg nem emlékszem arra, amire kell, megvágnak a szigorlaton. Úgyhogy be kellett állítani ezt, ugye beszéltünk a középútról, és akkor egy spontán, intuitív működés megvalósul. Ehhez viszont kell az, amit úgy hívunk, hogy koan gyakorlat. A koanok olyan paradox történetek, amelyeket pusztán gondolkodással, érzelmi mintákkal, egyebekkel nem lehet megoldani. Tehát intuitíve kell. Az intuíció az, ami nyitja és csukja azt a kaput a tudatos és a tudattalan között. Ha ez világos, spontán, önműködő, éntelen, tehát önműködő, akkor pontosan arra emlékszem, amire kell, és arra nem emlékszem, amire nem kell. Ha túl van terhelve a tudat, akkor visszafordul. Arra emlékszem, amire nem kell, és amire kellene, arra pedig nem. Meg kell választani, hogy mennyi érzékszervi hatást tudok elviselni az adott pillanatban, mi van a tudatomban. Szól a madár, de most, hogy beszélek róla, csak most tudatos. Miért? Mert veled folytatok párbeszédet, nem a madárral. Úgyhogy, ha ez beáll a megfelelő spontán működésre, akkor nagyon harmonikus az élet. Ezt hívják az úton való járásnak, vagy a taóval való egyéválásnak. De ehhez az kell, hogy a tengely, az éber tudatosság és a világban való működés, malomkerék egyben legyen. A tengelyen legyen a kerék. Ezt hívják szukkának, szanszkritul. Amikor a tengely a kerék agyban van, és ezért a kerék megfelelően forog és viszi a terhet. Dukka az, amikor a kerék agyból kijön a tengely, és szétesik a szekér. Ekkor a szenvedés, amiénk. Ezért mondta a Buddha, hogy báva dukka, a létesülés szenvedés. A létesülés egy kilépés abból az állapotból, ahol minden rendben van, minden harmonikus, nem tapasztalunk se elmúlás, se feltételez kötöttséget, stb. Stb. És a leszületésünknek rengeteg kifutási lehetősége van. Az egyik lehetőség, hogy megpróbáljuk a megvilágosodást elérni, a harmóniát helyreállítani, melyet a lélek tudatossága által, a felébredés által tudunk megvalósítani. De a létet nagyon sok más célra is ki lehet futtatni. És megmutatja az eredmény a szándékot. Előbb-utóbb. Lehet, hogy rosszul értelmezem. Tehát a cél maga az út? Nem. A cél és eszköz együtt az út. Ahogy megyek rajta, és ami felé megyek, az az út. Együtt. Nem választható szét a cél és az eszköz. Egyik sem szentesíti a másikat. Amely útról volt szó, zarándoklat, az mit jelent? A zarándoklat azt jelenti, hogy félrerakod a mindennapi életedet, és valami transzcendens célért megteszel egy utat térben, időben és lélekben egyaránt. A zarándoklat úgy kezdődik, hogy elhagyod a komfortzónádat, elhagyod az otthont. És egy olyasféle szent hely felé mész, amely a megvilágosodást, megigazulást, megváltást, bármi transzcendenst jelképez számodra, ahol ténylegesen az a gyakorlat folyik. Legyen az templom, kolostor, szenthegy, bármi. És az zarándoklat során, ahogy az úton mész, elkoptatod a karmádat. Magad mögött hagyod az ismert személyiségedet. Egyre inkább egyszerűvé és tisztává válsz. És mire odaérsz a helyre, alkalmassá válsz a tanítás befogadására. És hogyha befogadtad a tant, akkor megtapasztaltad azt, amiért mentél, amelyről a kezdeti fogalmak nem biztos, hogy helyesek voltak.
De amikor ez a megtisztulás, megigazulás, megvilágosodás bekövetkezett, akkor lehet az arándoklat visszafelé tartó szakaszára rálépni. És akkor térsz vissza az életbe. Ez a nagy zarándoklat. Vannak kisebbek is. Ez elég sok volt. Egyébként. Hogyan tudom elkerülni azt, hogy azonosuljak a dolgokkal, vagy a problémával? Nagyon-nagyon szorosan öleld meg a problémát, és próbáld meg állandóan magadnál tartani. Állandóan. El ne engedd. És amit eközben tapasztalsz, az fogja megadni az egyetlen lehetséges segítséget, az, hogy elenged. A halál után az elbúcsúzás, az elengedés. És mi van akkor, hogyha az a személy nem enged el, aki elment? Tehát ha visszajön, ha magyarán szólva kísért. Akkor tényleg egy búcsúzó mantrát kell mondani. A Jijang Bosszál mantra a koreai hagyományban az, amely az eltávozottakat segíti az útjukon. A halotti szertartásokat valójában erre találták ki. Tehát pontosan azért, hogy tudatosítsuk az elhalt lélekkel, hogy meghaltál, nincs tested, akármit csinálsz, nem tudsz bele visszamenni, legyél szíves tovább haladni az úton. És akkor a lélek tényleg keresi az útját, és rengeteg illúzióval kell szembenéznie, rengeteg projekcióval, kivetüléssel, a tudat spontán termékével. És hogyha nem találja az útját, akkor próbál ragaszkodni az a környezethez, ahonnan szegény elkerült, mert elvesztette a testét. És az első nagy feladat az, hogy ráébreszteni arra, hogy egy, biztonságban van úgy, hogy nincs teste. Óriási félelem az, amikor ilyenkor felszabadul az emberbe, a lélekbe. És azért van biztonságban, mert a helyes utat követi. Nem tud megmaradni az állapotban. Követnie kell a változás útját. És a magasabb szintű tudatosságok segítik ezen az úton. Rengeteg ilyen típusú élmény van. Most már konferenciákat rendeznek róla. Ugyanis azok, akik megjárták ennek az útnak az elejét, de visszajöttek akár klinikai halálból, egyébből, nagyon hasonló tapasztalatokról számolnak be. És annyira különböző nyelvi, kulturális, vallási és egyéb háttérrel, hogy lehetetlen, hogy ez csak az emberi képzelet egybetartó imaginációja legyen. Kizárt dolog. Tehát a tudattalannak, illetve a testen kívüli állapotnak egy olyasféle tapasztalata, amely az emberben univerzális, minden emberben, a maga módján például ugye keresztül kell menni a feldolgozatlan érzékszervi karma rétegén. Ez van, akiknél egy ilyen fekete trutyi, és ezt látják. És átcsattannak rajta, aztán pedig vissza belőle. Nem kellemes egyik sem. Van, akik azon nyomban valami fensőbb tudatossággal találkoznak, vagy találkoznak elhalt rokonokkal, egyebekkel, és kiderült, hogy nem álmodik. Testen kívül van, de nem álmodik, az más. Úgyhogy ezt lehetne sorolni, de nem érdemes sorolni, csak azt kell tudni, hogy a zen gyakorlata segít azoknak, akik elhaltak, akik itt maradtak, és ezért a lélek négy nagy állapotában a testben lét, élet, testen kívüli lét, rossz szóval halál, illetve a két rövidebb köztes lét, a megszületés és meghalás állapota egyaránt. Az éber tudatossággal, a pillanat 100%-os tapasztalatával, a nem ragaszkodó, jelenlévő, tükörszerű tudatossággal mindegyik állapot jól vihető. Jól tudjuk venni az akadályokat. Helyes irányban tudunk maradni. Tovább tudunk lépni. Ez mind-mind a tudaton múlik. Amen. Így legyen. Köszönöm. Amen. Bizony. Dolgozzunk érte, és így is lesz. Visszatérve az előző témához, ugye az eltávozó és a mantra, ami segíti. Ez kultúra függő, vagy kultúrától független? Ugye egy zen tanítvány, aki eltávozik, nyilván egy útmutatást kap a mantra által. Na most, hogyha az eltávozó nem egy zen tanítvány, hanem teljesen más kultúrkörbe tartozik, de zen gyakorlók búcsúzt próbálnak segíteni neki tovább menni az úton, akkor ő mit érzékel a zen mantráiból? Ugyanazt. Ugyanis
a csomagolás más, a doboz tartalma ugyanaz. És amikor nincs test, nincsen olyan megkülönböztető tudatosság, amivel hárítani tudná. Úgyhogy elér hozzá mindenképpen. Olyat választhat valaki, hogy tudja, hogy mondjuk egy más vallást követett az illető, megvan az az energetika, megvan az a szellemi környezet, amely őt szépen vezeti az úton, és akkor nem kell az egyik radarjelet kiütni egy másik radarjellel. Nincs ez a semmi baj. De ha úgy érezzük, vagy tudjuk, hogy a másik útját vesztette, akkor nagyon fontos valamilyen szellemi sugarat kibocsátani, valamilyen energiát adni neki, hogy megtalálja a kivezető utat abból a sok-sok szövevényből, labirintusból, amely ugye rengeteg mítosznak, lásd, Minotaurus, Tézeusz, Ariadné fonal, stb. Az nem csak az életben lévő labirintus, az a testből való kilépés utáni labirintus is. Úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy kinek mire van szüksége. És hogyha úgy érzed, úgy látod, hogy az eltávozottnak szüksége van egy ilyen szertartásra, rendszeres mantra gyakorlatra, általában az első 3 nap kulcskérdés, utána az első 7, aztán 49, ez egy relatív szám, ez nem egy abszolút érték. 49 nap után már nagyon távol van. Nagyon fontos az, hogy megfelelő szertartás, megfelelő szellemi iránymutatás, ha szükséges. Ha nem, hagyjuk menni. De akárkinek adod a zen vagy a buddhizmus ugye, szertartás rendjéből azt a fajta tanítást, azt a fajta energiát, amire szüksége van, korra, nemre, kultúrára, beszélt nyelvre való tekintet nélkül, csomagolás lehullik, megkapja úgy, ahogy van, közvetlenül kézbesítve. Nincs probléma. És mi van azokkal, akik semmilyen szertartást nem kapnak a temetés során? Tehát fogja a család, szétszórja. Ő, ugye, mert a szertartás segíti? Megy a saját karmáját követve. Tehát lehet, hogy azzal sincs baj, hogy csak a saját karmáját követi, és szépen a tudattalanjának a rétegein keresztül megy, aztán majd csak lesz valahogy. Úgyhogy nem biztos, hogy bármiféle hátrány származik abból, hogyha valaki nem kap szertartást a halála után. Például a zenmestereknél, a régi világban, amikor még nem voltak ennyire ünnepeltek, hanem ugye a buddhista társadalom részei voltak, amikor meghalt, volt egy paraván, a paraván előtt leborultak 3-szor, elénekelték a szívszútrát, megöntötték a csuppit 3-szor, és vége volt a szertartásnak, viszontlátás. De hát akkor ez ilyen, olyan magas tudatosság kell. Pontosan, nem volt rá szüksége. Na most létezhet az, hogy valaki spontán egy olyan lelkiséget, egy olyasféle tudatosságot visz magával, hogy abszolút nem gond, hogyha nem kap külső segítséget. Megy szépen egyenesen, túljut a fájtlakon, az illúziókon, semmi gond. Senkihez nem jön vissza, nem válik skót kastélyban, tartós bérletté, stb. És jól értettem, hogy a tudatalattinak az illúzióján megy keresztül ilyenkor a kieltávozó? Hát, mi máson? Ez az egész a tudatalattid úgy, ahogy van. Minden, amit nem magadnak látsz, de mégis érzékelsz, az az. Tehát van külső és belső. És aki élete során nagyon zavarodott életet élt, zavarodott lesz a halála, és baromi nehezen talál ki. Tehát ebből a feldolgozatlan érzékszervi karmából, amely, ahogy mondtam, gondolkodás és érzelem is, ezt a keletiek érzékszervi tartalomnak mondták, hiszen itt van az érzékszerve az érzelemnek, és itt a gondolkodásnak. Tehát aki ezt nem dolgozza föl, az átmegy ezen a szemét rétegen. Vagy így, vagy úgy, vagy sérült tőle, vagy nem. De előbb-utóbb ledobja magáról, és a születéskor pedig visszaveszi. Köszönöm. Szívesen. Nagyon sok gyereknek nagyon-nagyon nehéz gyerekkora van, tehát az előző életéből hozott magával egy feladatot, amit teljesítenie kell először. Nem egy, hanem egy egész karmikus sor. A feladat az még nem is nagyon rajzolódott ki, de a feladathoz vezető út az, hogy, és az első 17 év, főleg az első 3 nagyon erősen, utána a 7-ig, és utána pedig még 10, gyakorlatilag az összes előző élet identitásának, vagy identitás rétegének az ismétlése, vagy újabb tapasztalása, vékonyabb vagy vastagabb, attól függ, mennyire erős volt a ragaszkodás, mennyire erős volt az azonosulás.
Na most innentől kezdve ez úgy néz ki, hogy a hagymának a rétegein szépen mész keresztül, és ezért csak megvan a gyökérrész, és akkor dönthetsz, hogy le vagy föl. Tehát amikor az ember nagykorú lesz, és szellemileg értem ezt, 18-28 között valamikor, akkor eldöntheti, hogy elvállalja ezt, amit magában lát, vagy nem. Tehát nagyon sok pályát tévesztett tehetség azért tévesztett pályát, mert nem vállalta el azt, ami benne van. És nem húzta ki üveghangra azt, amit a legjobbnak, legerősebbnek, legígéretesebbnek, tehát a legnagyobb tehetségnek látott magában. Hogy megelégedett csak egy részfeladattal, engedett valami komplexusnak, stb. És ez az, amikor az inkarnációs feladat csak részben, vagy egyáltalán nem teljesül be, és akkor visszanéz egy-egy életválság, főleg életközépválság környék, és azt mondja, hogy ez már nem jön vissza. Meg kell találni azt, amiben hiszünk. Ami nem az élet értelme, az egy sokadik fokozat. Amiben hiszel, arra van energiád. Akiben bízol, arra van időd, és azt tudod szeretni. Tehát nézd meg, hogyha az ember nem azt csinálja, amiben hisz, pillanatokat kimerül, elfárad, ott akarja hagyni, kifogásokat talál, és a többi. Ha pedig hisz benne, hogy tényleg ez a feladata, ezért van itt, ez az övé, akkor szíjat hasíthatsz a hátából, akkor se fog eltántorodni. Minél jobban ütöd, annál jobban szikrázik, és annál jobban hisz benne. És megy. Miért? Mert tudja, érzi, ez a dolga. Ezért van itt, ezért született meg. Ezt a tudatosságot el lehet érni. Ez nem fanatizmus, ez céltudatosság. Nem szűk látókörűség, összeszedettség. Köszönöm. Szívesen. Korábbihoz tévek vissza. Itt említetted a halál kapcsán, hogy még az álmot. És akkor így felmerült bennem, hogy a álom és a halál között bizonyos szempontból, hogy mi a különbség és mi a kapcsolódás. Az álom esetében visszatérsz a testbe, és nem minden álom jár testen kívüli tapasztalással, lásd töltött káposzta, dühöngő bikák, bilagít, stb. Erről kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. És a haláltapasztalat olyan, hogy nem térsz vissza a testbe. Erről Szokszán 7 egyenes útja szól a legjobban. Réges-régen élt Kínában egy Szokszán nevű zenmester, aki életében senkinek sem adta át a tant. Hanvasztásakor valakinek meg kellett tartani a dharma beszédet, melyre a szerzetes vezetőt kérték fel. Ahogy elkezdte volna a beszédét az emelvényről, Szokszán fiatal szolgálója, Kubong előlépett és így szólt. Mesterünk mindig a 7 egyenes utat tanította. Első. Menj egyenesen, teljes a nyugalom. Második. Menj egyenesen, félretettél mindent. Harmadik. Menj egyenesen, az őszi víz hűs, tiszta. Negyedik. Menj egyenesen, egyetlen tudat 10 000 éven át. Ötödik. Menj egyenesen, a korhat fatörzs alatt kihűlt a hamu. Hatodik. Menj egyenesen, nehéz, mozdulatlan füstölő tartó egy ősi templomban. Hetedik. Menj egyenesen, az ég felé száll a füst a szélcsendben. Ha érted az igazi jelentését a 7 egyenes útnak, akkor megtarthatod a dharma beszédet. Ha nem, akkor nem szólhatsz, mondta a szolgáló. Egyetlen szín, sokféle működés, felelte a szerzetes vezető. Nem hihető, válaszolta a szolgáló. Ha nem hiszed, akkor látni fogod, mondta a szerzetes vezető. Meggyújtott egy füstölőt, a tartóba tette az oltáron, hátralépett és meghajolt előtte. A helyére ment, leült és teljes nyugalomban figyelte. Mire leégett a füstölő, a szerzetes vezető eltávozott az élők sorából. Sokan felkiáltottak csodálkozásukban. Ó, a nagyszerű szerzetes vezető is a nirvánába tért! De a szolgáló háromszor meglegyintette a szerzetes vezető vállát, és így szólt. Ülve meghalni, vagy állva, nincs akadály előtted. De mesterünk 7 egyenes útjának jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Kérdések. Mi Szokszán 7 egyenes útjának a jelentése? Második.
Ülve meghalni, vagy állva nincs akadály előtted. De mesterünk hét egyenes útjának jelentése nem fogható fel, még az álomban sem. Ez mit jelent? Harmadik. Ha te lennél a szerzetes vezető, hogyan felelnél a szolgálónak? Kommentár. Hét ajtó nyílik ugyanabba a szobába. Mindegyiknek más a rajzolata és a nyílása. Ha ragaszkodsz a részletekhez, akkor nem lépheted át a küszöböt. Csak menj egyenesen, tégy hét lépést. Ekkor találkozol az igazi mesterrel, és megkérdezed, hogy szolgál a kedves egészsége. Kitűnően köszönöm, és a tiéd hasonlóan. Ezt érted? Ha igen, akkor mehetsz szokszán hét egyenes útján. Nagyon fontos mondat az, hogy nem érthető még az álomban sem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy ha van testen kívüli tapasztalás, akkor azzal megvilágosodnak. Nem biztos. Része lehet, de nem az egész. A legnagyobb feladat, hogy ebben a testben, az érzékszervi kötöttségek közepette, látva, hallva, szagolva, tapintva, ízlelve, gondolkodva, érezve, beszélve, cselekedve, ne azonosulj az egésszel, de mégis itt légy. Mégis 100%-os egyéválással tedd azt ebben a testben, ami a dolgod, de amivel végső soron nem vagy azonos. Az a hét egyenes út, az mind egy szobába visz. Hol van az a szoba? Az összes tapasztalat egy tudatba hoz vissza. Mi ez a tudat? Tehát ha valaki csak kilép a testből, és belép egy álom vagy halálszerű állapotba, azzal még nem tapasztalja meg. Ahhoz több kell. Az álom nekem is a kedvenc témám, és milyen álmok azok, amikor se kép, semmi, csak egy energia, tehát a sejtszintű energia érzékelése van, és arra kell fel az ember. Az egy éntelen testben lévő álom, tehát elmegy az önkép, tehát nincsen semmiféle mozi, viszont a testben, vagyis a testnek a nagyon komoly lényegi biológiai működését érzékeled. Ez megvalósulhat úgy, hogy végig testben van az ember, és akkor felébred, és így pezseg szinte minden. Nagyon él, de pihent. Tehát nem mozdul, de ott van valami pezsgés, valami nagyon finom energia. És ennek a durvább változata az, amikor az ember tudatosan tér vissza a testébe az álom folyamatában. Tehát van egy képzetes tér, azt mondom testen kívül tapasztalás, csak egyszer csak, akár egy lyukba, mélyedésbe, valamibe, ugye a képben belemegy, és akkor hirtelen érzi, hogy visszatér a testébe. Ez azért tud döbbenetes lenni, mert kiderül, hogy a test az akkor hideg, mozdíthatatlan, nem lélegzik. Elképesztően nagy munka így ismét berúgni a motort, megmozdítani egyáltalán a lélegzetet, a szempillák ilyenkor ólom nehezek, a test elképesztően merev, ólomszerű, és akkor megemeled az egyik ujjad, és mint hogy egy cementes zsákot mozdítottál volna meg. Ez mutatja azt, hogy van fizikai test, energiatest, és az a fajta tudatosság, amely az egészet látja. Az energiatest az gyakorlatilag a lélek működése. Csak nincs lefordítva akkor jelenségekre. Úgyhogy ez az egyik a tudatosodás sok lépcsője közül. Én meg szeretném kérdezni, hogy a belső hang, kedvenc, hogy lehet az, témán, hogy egyszer van, egyszer nincs, és amikor a legjobban szükségem lenne rá, akkor nem jön. Először is a belső hangra vigyázzunk, hogyha a tudat csak úgy a hétköznapi valóságát darálja lefele, akkor az nagyon könnyen csak a gondolkodásból és az érzelemből, különböző dualisztikus karmából jön, nehogy ráhallgass. Belső hangom azt mondta, hogy indítsak egy háborút, mert a sugalmazás, ugye? Elindultak a tankok, mert meg tudta nyomni a gombot. Na, erre vigyázzunk. Tehát amikor a tudat tiszta, akkor nincs szükség belső tanácsadóra, mert nem maradtál le semmiről, nem követtél el hibát, és nem is állsz ennek a küszöbén. Amikor nagyon komoly helyzet van, akkor egyszer nagyon lágyan megszólal. És ha az tiszta, akkor pont arra irányul, hogy ne veszíts utat, javítsd ki a hibát, ne kövess el borzalmatosságokat, stb.
De hogyha az ember gondolattal elkezd kapirgálni utána, akkor az olyan, mintha a napfényt lepkehálóval meg akarnád fogni. És akkor foton, foton, foton! Hát a lepkehálóba foton nem fog beleakadni. Legfeljebb lepke. Az meg akkor érdektelen. Tehát nem egy újabb gondolat, egy újabb érzelemmorzs, egy újabb dualisztikus karma szilánk kell, hanem akkor az a gyönyörűséges, mély intuíció, amely viszont a nem mozduló tudatból tud csak felfakadni eredeti tisztaságában. Tehát ezért néha nincs. És amikor van, akkor nagyon tisztán kell látni. Ha a gondolkodással próbálod meg ellenőrizni, ízekre szeded. Darabokra. Ha érzelemmel próbálod meg körülvenni, babusgatni és a többi, megpróbálod megfogni, semmi nem marad a szorításban. Semmi. Tehát ugyanazzal a tiszta, tükörszerű tudattal kell látni, ahonnan az jött. És általában egyszer szól. Nincs indoklás, nincs magyarázat. De ha nem követed, eltűnik. Ha követed, akkor is eltűnik. Csak az eredmény más. Remélem, hogy mindannyian meghalljuk a hangokat helyesen, legyen az a harang hangja, vagy a lélek harang hangja. Remélem azt, hogy együtt gyakorolhatunk, és elérhetjük a tudatosság magasabb, világosabb szintjét. Megköszönöm a mindenkinek a jelenlétet, jó éjszakát, jó pihenést kívánok, és remélem, hogy holnap minél többen jöttök a meditációra. Köszönöm a figyelmet!